Novák előd, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Miért engedélyezték a NATO harccsoportok teljes Magyarországra telepítését címmel? A kérdés megválaszolásával a miniszterelnökről téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Szalai Babarnicki Kristóf honvédelmi miniszter úr bízta meg. A kérdésre a miniszter úr felkérésére Varga Tamás államtitkár úr válaszol. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, a június 14-i kormányi határozat szerint immár hazánk teljes területére engedélyezik a külföldi NATO harccsoportok telepítését az ukrajnai háborúra való reagálásként. Magyarország függetlenségének feladása, hazánk katonai felvonulási területté tétele elfogadhatatlan, ezért szabad és semleges Magyarországot követel a Mi Hazánk mozgalom. Idegen haderőknek nincs helyük hazánkban, Magyarország a magyaroké. Ma már sajnos csak a Mi Hazánk mozgalom képviseli a pártok közül az 1848-as márciusi ifjak követelését. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Elfogadhatatlan az is, hogy engedélyezi a kormány a közvetve Ukrajnába való fegyverszállítást Magyarországon keresztül. A Mi Hazánk ellenzi hazánk ilyen típusú részvételét is a háborúban. Beláthatatlan következményekkel jár az idegen haderők magyarországi állomásosztatása és hazánknak az orosz haderők célpontjává tétele. Ukrajna területi integritásának hajtogatása helyett a magyar kormány inkább azt kéne megakadályozza, hogy golyófogónak használják a Kárpát magyarságot. A NATO tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de Ukrajna nem NATO tag. A Mi Hazánk mozgalom ellenzi a kárpátaljai magyar nemzetrésszel szemben elnyomó politikát folytató soviniszta Ukrajna katonai támogatását, illetve az amerikai érdekek kiszolgálását. Az oroszok elleni embargó így is felbecsülhetetlen károkat okozott, főként a magyar mezőgazdaságnak az elmúlt években, most már a magyar érdek legyen az első. Az ideiglenesen hazánkban állomásozó NATO csapatokkal miért teszi idegen katonai felvonulási területté Magyarországot a magyar kormány? Várom érdemi válaszát. Köszönöm, képviselő, tisztelt országgyűlés. A kérdésre Varga Tamás államtitkár úr válaszol. Önél szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Már többször elhangzott itt ma is az országgyűlésben, de azt hiszem, hogy nem árt némi ismétlés. A magyar kormány számára Magyarország és a magyar emberek biztonsága és békéje a legfontosabb, és Magyarország és a magyar emberek határozott döntése, hogy nem küldünk katonákat Ukrajnába, és nem engedünk át fegyverszállítmányokat a magyar-ukrán határon. És azt sem fogjuk engedni, hogy bárki bármilyen indokkal és céllal Magyarországot belesodorja ebbe a háborúba. Ugyanakkor az Európai Uniós és a NATO szövetségeseinkkel együtt is elítéljük Oroszország katonai fellépését. Oroszország katonai fellépését agressziónak tekintjük, és csatlakoztunk az Európai Uniós szankciókhoz. Ez is elhangzott ma már itt a házban többször, hogy addig a mértékig, amíg Magyarországnak nem károsak és nem hátrányosak ezek a szankciók. De természetesen itt ebben a térségben a katonáknak több feladatuk is van, a humanitárius tevékenység mellett biztosítják Magyarország határainak védelmét, és a NATO tagjaként, a NATO ebben a feladatban is számíthat szövetségeseire, és mi is számíthatunk a szövetségeseinkre, egy mindenkiért, mindenki egy, egyért alapján. Minden évben vannak Magyarországon hazai és nemzetközi gyakorlatok, közös kiképzések, felkészítések és feladatok, amelyekre a NATO tagországok katonái érkeznek hazánkba. Nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben is a Magyar Honvédség a NATO szerepvállalás szintjét fenntartsa, hiszen számunkra Magyarország békéje és biztonsága legfontosabb. Köszönöm szépen, megtisztelő.